napot kívánok! Önök az elkövetkezendő körülbelül 90-100 percben közvetítést láthatnak majd a Közgazdaságtudományi Egyetemről Horn Gyula és Orbán Viktor vitájáról. Először Sándor Péter adjunktus úr mond néhány szót, és aztán kezdődik a vita. Üdvözlöm a megjelenteket, üdvözlöm a tévénézőket és a rádióhallgatókat. Kérem a fotóriporter kollégákat, hogy amíg a párperces üdvözlésemet megtartom, addig fotózzanak, utána foglaljanak helyet, ahogy megbeszéltük. A rendezvény házigazdája a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, annak a politikatudományi tanszéke, és üdvözölni szeretném a teremben lévő politikatudományt tanuló diákjainkat, egyetemünk oktatóit, sajtómunkatársait, nagykövetségek képviselőit, és természetesen a két párt szakértőit és vendégeit. Külön köszöntöm a tévénézőket és a rádióhallgatókat. Reméljük, hogy a mai rendezvényünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a május 24-i választási részvétel nagyobb arányú legyen, és mindenki jobban tudjon dönteni. Házigazdaként köszöntöm a vita két résztvevőjét, Horn Gyula elnök urat, az MSZP elnökét, miniszterelnököt. És Orbán Viktor elnök urat, a Fidesz elnökét, a parlamenti európai... A parlament Európai Ügyek Bizottságának elnökét, mint közismert, mindketten pártjuk miniszterelnök jelöltjei. Az első fordulóban a legtöbb két szavazatot kapott két párt listavezetőjét hívtuk meg, és örülök, hogy elfogadták meghívásunkat az egyetemre. Ez annak a sorozatnak a része, amit pártelnökök a közgázon címmel 1998. februártól folytattunk. Már voltak vendégeink, ők ketten is, és 94-ben hasonló sorozatot csináltunk végig. Ez a pártelnökök fóruma, az ő vitafórumuk, ezért a közönség a korábbiaktól eltérően itt sem szóban, sem írásban nem tesz fel kérdéseket. A kérdéseket Párdos András úr teszi fel, aki a sorozat állandó műsorvezetője volt, és a mai programot is ő vezeti. Köszönöm még egyszer az érdeklődést, és átadom a szót Párdos Andrásnak. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ez a fullasztó meleg nem fogja önöket zavarni. Sok mindent nem tudunk vele csinálni. Hát akkor kezdjük, mint azt a közvélemény tudomására hozták már a tanszék tanárai. 8 kérdéscsoportról fog a két pártelnök vitázni. Az első a kampánnyal kapcsolatos. Kérdést tulajdonképpen úgy tehetném fel, mi a véleményük a kampány jellegéről, stílusáról, elégedettek-e saját kampányukkal, mi az, amit sikerült, mi az, amit nem sikerült a választókkal közölni. A megállapodás szerint először Horn Gyula. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meleg fogadtatást, mert legalább 30 fok van. Nos, én köszönetet tartozok a Közgazdaságtudományi Egyetemnek. Már jó néhányszor voltam itt, úgyhogy mintha hazajárnék. Úgyhogy egyből elfogadtam, amint megkaptam a meghívást. Annál is inkább, mert a kezdeményezők vállalták, hogy biztosítják a partner részvételét. Mert úgy van értelme a kettes vitán. Nos, ami a kampányt illeti, én úgy ítélem meg, a mi kampányunkról szólva, hogy az írásos kampányunk az nagyon visszafogott volt. Gondolok mindenek előtt a plakátokra, a szórólapokra, cikkekre és egyebekre. Viszont annál többet voltunk az emberek között. Rengeteg fórumot tartottunk, elmondtuk, hogy mit miért tettünk, mit miért akarunk csinálni. Tehát közvetlen kapcsolatban voltunk az emberekkel. Én azt hiszem, hogy azért nagyon sokan megértették, hogy mekkora a tét a májusi választások kapcsán, de ugyanakkor azon mindannyiunknak el kell gondolkozni, hogy az első fordulóban miért volt ilyen alacsony a részvétel. Meggyőződésem szerint minden politikus